Áldás békességet kívánok minden kedves televízió nézőnek. Ma a Péter apostol első levele, első részének harmadik verséből szól hozzánk Isten igéje. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre. Jézus feltámadása által azt jelenti, hogy nem csak tudok róla, nem csak hiszem, hanem igénybe is veszem, és ebben a megdicsőült örömben örvendezem. Jézus feltámadása által, Jézus halála által, mert ott voltam lélekben a Golgotán, mert megvallottam neki, érettem, miattam és helyettem történt a te kereszt halálod, ott a kereszt alatt lehullott a bűnöm terhe. Azért lehet személyes az élő reménység, mert ott voltam lélekben, nyitott sírnál, és ott kaptam bizonyosságot az élő igéből, hogy élő Uram van, mert az enyém is a feltámadás Jézus érdeméért. Amiképpen mondja az ének, Jézus én megholt életem, Jézus feltámadásom. Benned bűntől menté lettem, benned igazulásom. Ezt jelenti, hogy Jézus Krisztus feltámadása által. Én sem maradtam ki belőle, nem csak tudok róla, hogy van ilyen, nem csak ünnepelhetek, nem csak ott van naptáromban, vagy a templomban, azt jelenti, hogy az enyém is. Én is részese vagyok Jézus Krisztus feltámadásának, javának, áldásának, az élő reménységnek. Ezt értettem meg az igében. Ezért újjong Péter apostol, és ezért újjonghatunk mi is az ünnepek elmúltával is. Áldott az Isten, vagyis magasztaltassék az Úr, mert Jézus Krisztus feltámadása által nekünk is van élő reménységünk. Nem mi jöttünk hozzá, hanem ő hozott. Nem mi választottuk őt, hanem ő választott minket. Nem mi kerestük őt, hanem ő keresett és talált meg bennünket. Nem mi szerettük őt, hanem ő előbb szeretett minket, és újjászült élő reménységre. E drága örömhírrel lehet egymást biztatni, bátorítani, vigasztalni, amiképpen Péter is tette a szétszórtságban élő hívők felé. Újjászült minket élő reménységre. Sokan rálépnek hitáltal erre a hídra, és átmennek az újjászületés által, és kapnak élő reménységet. Ráléphetsz te is, ez a híd megtart téged. A hívő ember vallja az ünnepek elmúltával is, minden kincsünk te légy nekünk, itt s fenn a mennyben majd, Jézus te légy az életünk, mely örökké tart. Imádkozzuk az énekíróval, Jézus segíts engem ebben, hogy éltem folyjék szentebben, és hogy ne menjek ítéletre, támasz fel engem új életre. A te lelkednek ereje, az új életnek kútfeje, hogy hát legyek élő személy, lelked által én bennem élj. Amen.